Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, evangélikus bibliaolvasó útmutatunk mai napi igéivel. Újszövetségi igénk a 14. Zsoltár első verséből hangzik. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Új szövetségi igény pedig János első levele 5. fejezetének a 20. verse, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Ma is részletünk részlettünk az alapja annak a vicces kis apologetikus mondatnak, amikor azt mondjuk, hogy benne van a Bibliában, hogy nincs Isten. Valóban benne van, csak hozzá kell tenni, hogy ez így önmagában egy kiragadott rész, úgy folytatódik az Ige, vagy mondja a bolond, vagy gondolja magában, ahogy hallottuk az előbb is. Bár minket is érhetnek gúnyos megjegyzések a hitünk miatt, de gondoljunk bele, milyen nehéz lehetett azoknak, akiket rendszer szinten üldöztek néhány évtizeddel ezelőtt, akiket többször is meg akartak alázni a hitükben. Kering az interneten egy anekdota, amely szerint egy ateista professzor kérdőre von egy diákot az Isten hite miatt. Mivel soha senki nem látta, nem tapintotta Istent, a professzor következtetése, hogy nem létezik. A diák azt válaszolta, hogy ezek alapján a professzornak viszont nincsen agya, hiszen azt sem látta vagy tapintotta senki. Hát, hogy megtörtént -e ez a párbeszéd valóban, vagy csak egy kis tanmese, azt nem tudjuk, de jól érzékelteti azt, hogy mennyire nem szabad a saját földhöz ragadt érzékeinkhez kapcsolni az embernek, Isten létezésén. Helyette inkább azzal a tudással, azzal az értelemmel kell felé viszonyulnunk, amit kijelentett számunkra, amit megismerhetővé tett. Ez nem mindig ad választ a kérdéseinkre, mert még nem látunk színről színre, de éppen elég ahhoz, hogy a hitünkben megtartson az üdvösségre. Tudjuk, hogy eljött az Isten fia. Krisztusban azt jelentetti ki számunkra Isten, hogy van szabadulás az életünket megkötöző bűneinkből, van szabadulás a halálhatalmából. Mindez elég, hogy megismerjük Isten igazságát, mi szerint szereti az embert, és azt akarja, hogy örök életünk legyen. Ebben bízzunk. Ne ellentétpár legyen a hit és az értelem az életünkben, hanem kapcsolódjon össze bizonyosságá, az üdvösségünk felől. Amen.